A Délvidéki. A főszerepben Zachary Scott, Rubol Dödön és Betty Field, Götz Anna. További magyar hangok. Kassai Ilona, Koroknai Géza, Csíkos Gábor, Molnár Levente, Garai Dóra, Hámori Eszter, Galambos Péter, Gyimesi Pálma, Komlós András. Zenéjét szerezte Werner Janssen. Fényképezte Lucien Andrió. Magyar szöveg Seres József, hangmérnök Takács György, rendezőasszisztens Botár Ildikó, gyártásvezető Ozorai Katalin, szinkronrendező Magner József. Készült George Sessions Perry regényéből. A szinkron a Mikroszinkron műtermében készült. A forgatókönyvet írta és a filmet rendezte Jean Renoir. Ebben a fényképalbumban a legjobb barátomnak, Sam Tuckernak és családjának képei vannak. Higgyék el, nem volt könnyű feladat az összeállítása, mert Sam nem rajong a fényképekért. Ez itt Nona, Sam felesége. Ez pedig Sam mamája, özvegyasszony. Ő már nem egészen fiatal, de a szíve csupa tűz. Ármi nem rokon, csak egy jó barát. Ha egy kicsit félénknek látszik, ez azért van, mert a mama szívének tüze őt is megperzselte. Ők a Tucker család legifjabjai, Sam csemetéi, Daisy és Jody. Ez pedig Sam nagymamája, ő sem örült a fényképezésnek. Ez pedig én vagyok, városban élek, és csak esküvőre, vásárra vagy hasonlóra szoktam hazatérni. Azért örülök ezeknek a képeknek, mert ha nézem őket, közel érzem magam a barátaimhoz. Pitt bácsi. Nagyon meleg van. Nona! A kalapom. Csak feküdj nyugodtan. Itt egy kis víz. Szívem rakott szárkna. Igen. Pihenj csak, Pip bácsi, majd én befejezem a sorodat. Nagyon rendes törekszem. Be kell hordanom a gyapotot. Majd én vigyázok Pip bácsira. Jó. Rendesen mérje le. Hogyhogy, én mindig rendesen szoktam mérni. Itt az enyém is. Pete bácsi beteg Clyde, majd én befejezem a sorát. Jó. Aratás után hová mégy? Úgy gondolom, itt maradok. Dolgozhatnék buldózeren. Te hová mégy? Jövőre éjszakra szeretnék menni. Na, ez is megvan. Hello, haver. Hello. Fáradt vagy? Igen. Hogy van, Pitt bácsi? Sajnos nincs jól.
magadnak dolgozz. Saját vetésed legyen. Még egy kis vizet, Pete bácsi? A magad termését arasd. Sírkövet állíthatnám neki. Az ember annyi mindent szeretne. Gyere, Zumi. Jati. Csak át Zunit. Nézd, milyen szép szőlő! Nem akarsz egy kis finom szőlőt, Nagyi? Semmi kedvem belebotlani egy kígyóba. Már így is görbe az egyik lábujjam, amióta megcsípett egy rezes fejű. Elégy ilyen falánk malasz, Daisy. Hagyjál másoknak is. Azt hittem, hogy félsz a rezes fejét. Félek. De ez nem jelenti azt, hogy éhen akarok halni. Ismersz egy San Pedro nevű helyet lent a folyó mentén? Hallottam róla, de még nem láttam. Szintén a főnök birtoka. Az öreg Elijah-tól hallottam, hogy bérbe vehető. Már 3 éve parlagon hever, pedig nagyon jó zsíros föld. Régen az öreg Kyurennek volt a legjobb gyapott termés a környéken. De olyan sokáig nem művelték, egy évig is eltarthat a gyomirtás. Igen. Nana! Nana! Nana, gyere ide! És agyabugyád el ezt a kis pimaszt, különben én teszem meg! Ne! Daisy, viselkedj rendesen, és ne frosztlízd örökösen a Nagyit! Na hát. Gondolom, elkérhetném az öreg Juvit összvéreit, ő már szinte sosem használja őket. Termésben fizetnék. Vetőmagot és trágyát pedig hármitól tudnék venni. Ami az ekét illeti, apámé ott hever a mama udvarában, és évek óta semmire nem használja, csak a tyúkok költenek rajta. Megérdeklődöm a főnöknél. A semmiképpen nem árt. Nem, férfi embernek nem árt, ha nyitva tartja a szemét. Aztán meg a főnök igazán rendes. Jó barátok vagyunk. Jati, Daisy, Nagyi, gyertek! Részemről rendben, Tucker. Engem nem érdekel túlzottan az a föld. Messze van a másik birtokomtól, de azért jegyezd meg. Ha nem leszek elégedett a munkamódszereddel, felbontom ezt a szerződést, amikor csak akarom. Természetesen, főnök. Kedvellek, Tucker, kitűnő munkás vagy. Ezért érdekel, hogyan boldogulsz. Úgyhogy még egyszer mondom, ha a nagybani termelése törekszel, lehet, hogy nem leszel gazdag, de megtalálod a számításod, még ha rossz is a termés. De a kisember, aki magának termel, annak nem marad semmije, ha a termés tönkre megy. Na, látom, elhatároztad magad. Van mivel költözködned? Igen, Dick, kölcsön adja a teherautóját. Jól van, sok szerencsét, Tucker. Köszönöm, uram. Szeptember 21-e csütörtök. Az ősz első napja.
messze van a házunk a folyótól? Egészen közel van a folyóhoz, kicsim. Á, de jó, csodaklassz! Ez egyáltalán nem háznak látszik. Inkább valami disznóolnak. Szívesebben maradtam volna abban a vacak táborban, mint ebben a nyavajás koszfészekben. Soha a büdös életben nem vesztek rá arra, hogy betegyem a lábam ebbe a patkányjukba. A kutyámat nem hoznám ilyen helyre. Nemhogy az öreg anyámat. Nem is szerettek ti már engem. Mindig abban reménykedtem, hogy lesz végre egy saját szobánk. Lehet is, majd a nyáron. Nagymama meg a gyerekek majd itt benne alszanak, mi meg kitesszük az ágyunkat a tornácra. Meglátod, igazán szép lesz. Jaj, Szem, ez a ház nem tűnik valami extra jónak. Bizony nem. Egyetlen dolog extra benne. Az, hogy elképesztően rozoga. Azt hiszem, túlságosan vágyottam erre a földre, és a házról megfeledkeztem. Lesz mit babrálni rajta. Nem is kevés. Mi van a kúttal, Szem? Utána kell nézni. Hogy is képzelhettem, hogy ilyen helyen élhetünk? Legalább 2 hétig tart, amíg újra kiásom ezt a kutat. Arról nem is beszélve, hogy a hozzávalók egy rakás pénzbe kerülnek. Micsoda férfi ember az, aki a gyerekeket meg az asszony népet szomjazásnak és megfagyásnak teszi ki egy lepra telepen? Talán igaza van. A folyóvize olyan a kicsiknek, mint a tífusz baktériummal itatnánk őket. Nem férfi az ilyen, én mondom! Ide figyelj, még mindig visszamehetünk a táborba. A főnök nem tudhatta, milyen rozog a ház. Beszélhetnék vele újra, és talán megkaphatom télre a buldózeres munkát. Mond. Milyen itt a föld? Ó, a föld kitűnő. Az előző bérlő termelt az ország legjobb gyapotját, és éveken át parlagon hevert. Tudod, a föld olyan, mint én, időnként pihennie is kell. Talán ezért találta ki Isten a vasárnapot. De Szem, mi lesz ezzel a rengeteg bozóttal meg dudvával? Agyon strapálhatod magad, amíg kiirtod. Én nem vagyok egyedül, mint Pít bácsi. Ahányszor csak úgy érzem, kimerültem, rád gondolok meg a kicsikre, és már nem is vagyok olyan fáradt. Ó, Szem, nélküled el se tudnám képzelni az életem. Igen, én sem tudnék nélküled élni. Az a jó az egészben, hogy együtt dolgozhatunk. Ha te szántasz, én vezetem az összvéreket, és ha te kigyomlálod a földet, én majd elégetem a gyomot. Aztán a nyáron fekszünk a fűben, és nézzük, ahogy a gyerekek úsznak. Igen, ez csodálatos lenne. Csak az a nyomorult kút idegesít. Szem, vizet biztosan kaphatunk a szomszédtól, senki sem tagadhat meg egy ilyen kérést. Igen, úgy hallom, nagyon jó a kútja. Szem, én azt mondom, maradjunk itt. Tényleg úgy érzed, hogy jó lesz, nem csak a kedvemért mondod? Azért mondom, mert úgy érzem, többet érsz, mint sokan mások, és megérdemled, hogy a magad ura légy. Ó, drágám. Turbékoltok, mintha egyedül volnátok itt. Gyerekek, van már házunk, ami csak a miénk. Ideje beköltöznünk. Gyertek, segítsetek nekem. Messze elfogd a képeket, Daisy, és vigyázz le, ne esd! Én a maximat akarom! Gyere, mamus, segít! Hagyj engem! Nincs szándékomba bemenni. Szamárkölyök, képes idehozni egy idős hölgyet. Jól van, idős hölgy, de jobb lenne, ha meggondolnád magad, különben visszamehetsz a táborba. De nem hiszem, hogy az öreg Koreó örülne neki. Sam Tucker, a tulajdon unokám tökéletesen meghibbant. Elment az esze. Ugrál, mint a bolha. Nem bír magával. Én mondom, előbb-utóbb a bolondok házában végzi. Idehozza a nagyanyját egy ilyen rozog a lyukba.
Az se bánja, ha a fejemre esik az a nyavajás tető. De ez nem fogja megérni. Nem, fiúcske, azt már nem. Én be nem teszem oda a lábam. Így bánni az öreg anyjukkal. Olyan vagyok, mint egy kivert kutya. Ezt tették velem. Pedig én már kivettem a részem minden rosszból, bajból, gondból. Elég volt. Én mondom nektek, elég. Nem pont ilyennek képzeltem a verandát, de tornác nélkül nem otthon az otthon. Szám, azt hiszem, működik a tűzhely. Komolyan? Együtt fogunk begyújtani. Első tűzrakás a házunkban. Igen, nagyon ügyes voltál, drágám. És mindjárt ihatunk egy finom forró kávét is. Van még egy kis vízünk. Jotty, Daisy, hozzatok bögréket és terítsetek. Nagymama egész éjjel kint akar maradni. Azt hiszem, intézkednem kell. Daisy, keresd meg a nagyit. Nem iszom. Semmi nem egy kísértésbe, ami abból a nyomorult csirkeolból jön. Mama, esik az eső, esik az eső, esik az eső. És a Nagyi nem jön be, mi azért nem akar bejönni. Gyertek, lehozom. Hű, papa, van egy lyuk a tetőn. Igen, papa, lyukas a tető. Gyertek, húzzuk el. Ma nem kell elmennünk a szomszédba egy vödör vízért. Itt egy kis méz, Jetty. Nézd, papa! Nagyi meggondolta magát, mégis bejön! Jaj, Nagyi, Nagyi, ne vegyeres, vigyázz! Nagyi, Nagyi! Nagyi, vigyázz! Nagyi, Nagyi! Gyere, Nagyi! Itt egy jó meleg pokróc, beburkollak, mielőtt még halálra fázol. Itt egy kis méz, nagymama. Na hát, nem elég, hogy kint hagytok az esőben, és halálra fázom, de még a mézet is eldugjátok. Kellene már lefeküdni? De igen, holnap korán kell kelni.
Jó hét, nagymama. Nola! Nola, gyere csak ide! Ó, ez egy tíz példány szem. Igen, kincsem, tényleg gyönyörű nagy hal. Finom evéd lesz belőle. Arra gondoltam, hogy átviszem ajándékba a deverszéknek, akiknek az a jó kútjuk van. Amit a vödörben látsz, az a miénk. Nem veszel fel száraz holmit? Á, útközben egy-kettőre megszáradok. Jobb, ha Zuni itt marad. Ez nem valami nagy szívem. Gyere, Jotti, Zuni! Majd kifogunk egy másikat holnap, egy nagyot, magunknak. Menj a mamával, Jotti. Igazán nagyszerű helyük van itt. Maga a tulajdonos, Devers? Nem, Fillinek hívnak. Örülök. Én is. Devers a nagybátyám otthon a csűrben. Köszönöm, Filli. Jó napot! Mit akar? A szomszédja vagyok, Sam Tucker a nevem, egy halat hoztam. Úgy érti, vegyem meg? Á, nem, ajándék. Hagyja itt, ha magának nem kell. Hova tegyem? Akárhová, a lócára. Na hát, micsoda fura óriási horgot készít? Nem kézzel fogom a halat, hanem horoggal. Itt horgászik a folyóban? Minden itt horgász, ahol kedven tartja. Filli! Vidd ezt a halat, add Bekinek, süsse meg ebédre. Maga az új szomszéd, én Beki vagyok. Örülök, mi meg Tucker. Jó, hogy lesz szomszédunk, nagyon egyedül voltunk. Mit keresel te itt? Nem hívtalak ide. Azt gondoltam, hogy... Te csak ne gondolkozz, fogd a halat és marsa házba. Biztosan finom lesz. Te pedig fejezd be a mosást. A feleségem valószínűleg átjön majd kérni egy kis kútvizet. Ha, szóval ezért jöttél. Igen, az én kutam nem jó. Én megbonthattam volna. Most már én is tudom. Szóval ad majd vizet? Miért nem víztek a folyóból? Mert a folyóvizét a gyerekek nem fogyaszthatják. Na, jól van, amíg van elég vizünk. De kell majd hoznod egy másik felszerelést, mert ha jön a nyár és száraz lesz az idő, el fog vásni a kötél a sok vízhúzástól. Már most is épp elég vásott. Hát, ha nem tetszik, az alkú van egy kút ide 5 mérföldre az úton. Jól van. Rendben. Viszlát, Devers. Egy pillanat. Biztosan rendbe hozod a saját kutadat. Földet bérelsz, tehát nyilván félretettél egy kis pénzt. Van 2 erős karom, ami többet ér a pénznél. Egyesek azt képzelik, a puszta kezük is elég ahhoz, hogy farmerek legyenek. Vannak szerszámai traktorod? Nem, traktorom nincsen.
De van két összvérem, meg egy jó öreg ekém és egy barátomtól vetőmag. És azt add majd trágyát hitelbe. Nem kell sok az ilyen jó zsíros földnek. És kapsz tőle mérget a kártevők ellen, kifizeti a gyapott szedőket, még gyökérszedőt is ad a raktárából, miután feltörted az ugart. Igen, ő mindent ad neked hitelbe, kivéve a verítéket. És a vége az évnek nagy lelkűen átenged neked egy részt a termésedből. Helyes? Miért tőlem kérdi? Maga jobban tudja. Ismerem rá, nem az első eset, hogy kipucoltatja a földjét semmiért. De amíg beveted a földet, mit fogtok enni? Halászni fogok. Rókát lövök és eladom a szőrmét. Nem én vagyok az egyetlen, aki így él itt. Nem beszélve a régiekről. És magával mi van? Maga hogyan kezdte? Részes aratás. Az első évben tönkrement az egész termés, szétverte a jég. Utána az üszök elvitte a teheremet meg a kocámat, amikbe beleöltem minden pénzemet. Feleségem megfázott és meghalt. Két évvel utána pedig meghalt a fiam, a Pellogra végzett vele. Lehet, hogy azért vesztettem el mind a kettőt, mert nem volt pénzem orvosra és gyógyszerre. És most itt vagyok a farmommal, kitűnő föld, minden az enyém, egy rakás pénzt ér. Csak nem felejtem el, mibe került nekem. Úgyhogy, ha látom, hogy a fiatalok, mint te, ilyen büszkék, és fennhordják az orrukat, hát nevetnem kell. Hát, köszönöm a vizet, és sikeres horgászást. Te Finley, ha? Mit jelent az a hatalmas horog, amit a bácsikát készít? Bálna van a folyóban? Nem, a grafit bajszú. Grafit bajszú? Mi az? Egy harcsa, olyan bajusza van, mint egy ceruza, és nagyobb minden halnál a folyóban. Finley, befejezted végre a mosást? Azonnal, Harry bácsi! Siess és ne fecseg! Jöjjön máskor is! Köszönöm! Tél. Semmi. A szél az oka. A csillagok állása. A hold napok óta egyre közelebb kerül az északi sarkcsillaghoz. Az állatok nem szeretik ezt, elbújnak. Őrültség szembeszállni a jelekkel, de mit lehet tenni? Kell a friss élelem. Daisy, kis szívem, miért nem bújtok végre az ágyba? Ott csuda jó meleg van. Na gyere, Daisy. Feküdj le, Jati. Mi volt ma az iskolában? Nem volt ott ma Sam. Miért nem? Szörnyen hideg van, és nincs kabátja. Félek, hogy halálra fázik. Daisy nem ülhet itthon. Azért, mert mi nehéz időket élünk át, most nem állhat meg az élet. Mindent folytatnunk kell. Ha egyszer abba hagyjuk, nem lesz merszünk többé újra kezdeni jobb időben. Már látom, hogy ma megint nem fogok vacsorázni. Sose búsulj, nagymama. Reggelire főzök egy nagy fazék kukoricakását. Ha majd meglátsz engem kihűlve, holtan abban a fenyőfaládában, ezt még nagyon megbánod, talán.
te örökké ígérgetsz, Nagyi. De sose szállítod az árut. Fogd be a szád, nem beszélhetsz így velem, nem is vagy igazi, Tucker! Te sem vagy az! Hey, drágám! Daisynek kell téli kabát. Iskolába jár? Ne merj a poklócomhoz nyúlni, Sam Tucker! Nyugodj meg! Ha egy újnyit is levágsz belőle, meglátod, elér az Isten haragja! Nagy mama, hát mondd, nincs szíved! Azt akarod, hogy Daisy megfagyjon? Marad még épp elég a takaródból! Én nagynak szeretem, te átkozott, Sam Tucker! A szép poklócom, te bizok! Nagy mama! Nem szerettek ti engem! Sam Tucker itt a főnök, akár tetszik neked, akár nem! Ő a főnök! Megértetted? Hagyd békén! Jaj, Nagyi! Ne vedd úgy a szívedre! Ide figyelj, tudok egy helyet, ahol vadméhek rajzanak. Talán holnap hozhatok neked egy kis mézet. Talán. Vadméhek? A vadméhek nem szeretik, ha az emberek elviszik a mézüket. Te is tudod. Te csak ne aggódj, megkapod a mézedet. Nona, tudod, azt hiszem, hogy mégiscsak igazi Tucker vagy. És ez az én szemunokám, a legjobb ember, akit valaha ismertem. A legjobb takaró. Biztosan boldoggá tesszük az öreg Tucker mamát, meg a kicsiket. Éjjj! Gyerünk, Zuni! Bizony öregem az írháthoz majd annyit, hogy egy pár harisnyát vehessek Nonának. Szép fényeset. Azt hiszem, mindjárt tehetünk, nagymama. Combot akarok, combot akarok, combot akarok! Nyugalom, mindenkinek osztok. Várjatok, előbb még mondunk egy imát. Köszönjük neked, Urunk, hogy Tuckerék megint előbbre jutottak egy lépéssel. Ámen. Nagyi. Nagyi kap először, mert ő a legidősebb. És én még azt hittem, az úr idegennek te. Aztán Jati jön, mert ő a legkisebb. Most pedig a papa, mert ő rette az oposszumot. És ez itt Zunié, mert segített neki. Utoljára marad Daisy meg én, mert mi vagyunk az asszony nép.
Az iskolában azt mondták, hogy rossz, ha örökösen ilyen ételt teszünk. Azt mondták, hogy főzeléket kell lenni. A túl sok hús árt. Főzeléket télen? Mert ha nem, akkor jön a pelogra. Biztosan a tavaszi kór. De hát azt éppen a főzelékek okozzák. Amikor hosszú idő után újra a zöldségekhez jut. Én aztán tudom, hármat is elvitt tőlünk. Walter bátyádat, Bess nénédet és Sue-t, és egy sem volt még 6 éves. De hát nézd meg őt. Ha valami ennyire jól esik neki, akkor nem lehet rossz. Nem igaz, Nolá? De igen, Sam. Ezt magunk csináltuk. Izzadtunk és törtük magunkat, de Istenemre megérte. És eljön az idő, amikor gyönyörködhetünk a saját gyapotunkban. És beérik munkánk gyümölcse. Tavasz. Csak ezt el, kicsim. Látod azokat a kis zöld hernyókat, ahogy leesnek a fáról, Jody? Együtt sodródnak a vízben, egy irányba. Egyesek nyilván azt hiszik, a grafit bajszúnak kellenek, de tévednek. Mert annak valami más kell, azt nem érdeklik a hernyók. Az óriás harcsa egy igazi vérravasz, nem volna olyan öreg, hogyha nem lenne az. Fogadni mernék, hogy a grafit bajszú odát várja az ebédjét a sodrásban. Csapdát állít a folyóban. Papa, a grafit bajszú öregebb a nagyinál? Igen, öregebb nála. Ugyan? Ott kell lennie az öreg grafit bajszú búvó helyének. Add ezt ide. Thank you.
Köszi, Lefi. Sam! Nona! Mit mondasz, gyertek Nagy? Már ide! Jotty beteg! Azt hiszem, megkapta a pellagrát! A tavaszi kurt? Honnan tudod? Ha én mondom, akkor mérget vehetsz rá! Három embert vesztettem el egymás után. Fájt a torka. Különben soha nem volt beteg. Csak nőtt és nőtt. Úgy látok, hogy szinte kicsattan az egészségtől. És most láthatja a doktor úr, olyan, mintha valami gonosz féreg rágná. Én ezt nem tudom elviselni tovább, doktor úr. Tegyen valamit, hogy meggyógyuljon. Nyilván nincs tejönük, igaz? Nincsen. Akkor mondja meg Szemnek, hogy szerezzem. Hogy juthatnánk tehénhez? Kölcsönbe. Szem neveljen fel egy üszőt valaki számára. Vagy vegye legalább egy kis tejet. Egy pint naponta. Vagy még jobb, ha egy liter. Ennyit bármelyik szomszédjuk tud adni, ha van tehene. Megpróbálom. És a gyógyszer? Vetkőztesse le. Milyen főzelékeket szokott tenni? Főzeléket? Ki tud zöldséget termelni télen? Pénzük van? Igen, doktor úr. Van $2, és még Szemnek is van $1.35. Tartsa meg. Vigye a pénzüket, és az egészet költse zöldségekre. Vegyen néhány citromot, és adjon neki 2x1 pohár limonádét naponta. És vigye ezt a tejet is. Ha nem ad neki tejet és főzeléket, minden, amit én tehetek, felesleges erőfeszítés. És a tejjel és zöldségekkel? Azt hiszem, van esélye. Harmi vegyes boltja. Köszönöm. Viszontlátásra. Tim, tudod, milyen a háború? Éppen nyergelni készültünk, mert Terry, a vénzsivány, összetrombitált minket, és azt mondta... Azt mondta, fiatalember, a civil életben soha ne kérkedjen a győzelmeivel, sem háborús, sem szerelmi. De csak hallgass, öregem! Én mondom neked, hogy tudom. Jó napot, Burke úr! Ah, hello! Hogy oh, mit van? Kutya legyek, ha ez nem Sam Tucker. Szervusz, Tim, mikor érkeztél? Most áll ez a pipatisztító. 10 centet! Felment az ára? 5 cent szokott lenni. Nem, asszonyom. Mindenki, aki megvette, elégedett vele. Tim csak azért jött városi ruhában, hogy parádézol. Igen, nézd ezt a francos gyakkendőt. Úgy látszik, a városban jobban terem a dollár, mint baba földeken. Elismerem, nem panaszkodhatok. Szer, már mindenütt kerestelek. Gyerünk a matrózba, fizetek egy sört, és mindent elmesélek. Jó, én mindent meghallgatok, ha fizetsz egy sört. Harmi, Nona és Jotty Weiss doktornál vannak. Ha megjönnek, mondd, hogy mindjárt itt leszek. Igen, tudom mi azt, hogy mindjárt a sörözni még Tim haveroddal. Mibe kerül ez az oknitartó? Azt mondtad, Nona és Jotty orvosnál vannak. Igen. Mi a baj, Sam? Jotty gyengélkedik. Nagymama szerint tavaszi kúr. És szegény Nona a beteg gyerek mellett le sem hunyhatja a szemét. Ez szomorú. Az anyám kijött tegnap hozzám, hogy segítsen. Harmi hozta ki az autóján. Ez egy kis könnyebbség.
Sam! Hello, te! Hello, haver! Jó napot! Jó napot! Hello, Sam! Hogy van? Jól van, köszönöm. Érted, hogy veszel fagyit? Szervusz! Mondd, nem volna kedved a gyárban melózni velem? Megbolondultál? Mi keresné valóban gyárban? Én farmer vagyok. Most nyitottak egy új üzemet, és kell a munkáskéz. Még gyakorlat nélkül is. Ismerem a főnököt, beviszlek egy perc alatt. És a bér? $7 naponta. $7 naponta? Hello, főnök. Hello, Szivi. Te ismered őt? Adj két sör. Oké, két sör. Ennyi, fiúk. Rám nem is gondoltok? Szomjas vagyok. Miért nem a barátodtól kérsz? Ő itt a góri. Tőle? Még hogy a barátom. Még a levegőt is sajnálja tőlem. Velem biztosan jobban járnál. Egy sört a hölgynek is. Szép ember. Nem találkoztunk mi már valahol? Mi? Mit mondott? Azt kérdezem, nem ismerjük-e valahonnan egymást? Lehet, én nem tudom. Meghívsz ebédre? Nem, asszonyom. Amint látja, a barátommal vagyok itt, és a feleségem a boltban vár rá. Ó, nősember. Igen, nősember vagyok. Egy feleség csak nem jelent akadály. Szép ember. Sajnálom, de én hűséges típus vagyok. Menjünk oda a sarokba, itt nem tudunk beszélgetni. Elnézést. Nekem nincs feleségem, Szivi. Találkozhatnánk. Kövér disznó. Tudod, ki találkozzon veled. Oké, Szivi. Erre még visszatérünk. Viszlát. Egészségedre. $7 egy napra. Szóval akkor jössz? Azt hiszem, nem mehetek, Tim. Tudod, kölcsönt vettem fel, és vissza kell fizetnem gyapot szedés után. A napi $7 egy-kettőre visszafizethetnéd. Igen, de most fogom életemben először a saját termésemet leszedni, úgy, ahogy mindig is akartam. Nem olyan egyszerű ezt csak úgy feladni. Mennyit tudsz kihozni a termésből? Öregem, ebből a földből az ország legjobb gyapot termését lehet kihozni. Mit jelent az, hogy az ország legjobb gyapotja? Ha szerencsém van, hektáronként 4 bálát. Mennyi az összesen? Több, mint 50 bálát. Nem, én úgy értem, mennyi pénz? Tudod, hogy azon a földön, amit most én művelek, minden farmer meggazdagodott, mert egy egész vagyont kapott a gyapotjáért. Ó, tehát erről van szó. Hiába hazárdjátékos minden farmer. Egytől egyig. Mind azok vagytok, öregem. Évről évre képes vagy nélkülözni, és reménykedsz, hogy majd egy szép napon... Igen, túl kockázatos. Kártyázni is biztonságosabb. De itt önmagamnak dolgozom. Én így jobban érzem magam, és sokkal szabadabbnak. Mi? Hogy? Az a szabad ember, akinek pénze van. Ezzel evédelhetsz egy jó étteremben. Megszállhatsz egy jó hotelban. Csak meg kell engedned egy pár zöldhasút, és megkapod, amit akarsz. Az neked a szabadság, hogy látástól vakulásig gürcölsz, mint egy rabszolga egy pár rongyos centért? Igen, elismerem, hogy néha elég nehéz. De ha arra gondolok, hogy nekem nem parancsol senki, Isten szabad ege alatt dolgozom a családomért és magamért, és megválaszthatom az időt, amikor nekilátok, akkor úgy érzem, semmi nem ér fel azzal, hogy a magam útját járhatom. És ezen a jó zsíros földön olyan termésem lehet, ami minden elképzelést felülmúl. Ha jól értem, ez azt jelenti, hogy nem. Jól értettél. Jó, öregem, de nagy hibát követsz el. Hé, nagyfőnök, hol van a $4? Milyen $4? Egy $5-ost adtam neked. Ugyan? Lizi, láttad, hogy mit adott? Persze, hogy láttam. Ez egy csinos fiú is, aki hazamegy a feleségéhez. Láthatna egyet mást? Na hát, én mehetek is. Így állunk, öregem. Egy ilyen faragatlan, földetúró farmeren egyből megakad a lány szeme. Rajtam nem. Mi a frászom benned, amit én nem vehetek meg a dolláromért? Jó! Ide a $4-omat, te potrohos vér, ravasz szélhámos vagy, beverem a képet! Hívd elé innen! Oké, véncsaló, de a $4 még leverem rajtad. Gyere, mit akarsz csinálni? Nem kell segítened, Szem, neked családod van. Ne csinálj hülyeséget, Tim. Nem kell itt maradnod. Ez többbe fog kerülni neked $4. Már kértelek, hogy menj Nonához, ne maradj itt! Hé! Megvesztél! Menj a francba! A rohadt életbe!
Teljes zöldség. Az orvos szerint ez az, ami jót tenne a kis Jotinak. Mintha olyan egyszerű lenne zöldséget termeszteni. És onnan a csodából lehetne tejhez jutni. Micsoda nyomorúság. A francba. Úgy látszik, nem szem az egyetlen, akinek elmondom. Hogy ez meglep, hogy azt képzelje, a friss levegő elűzi a tavaszi kórdicsi. Özvegyasszony létére nincs egy csöpp esze sem. Szerintem ebben a szélben halálra fagyasztja szegény gyereket. Én szerzek tejet. Szegény szem. Egy Tucker mindig tudja, mit kell tennie. Nem, Tucker. Már mondtam neked, hogy nincs szükségem segítségre. Itt van Finley és a lányom Becky. Ami a fiadat illeti. Tudom, mit jelent egy beteg gyerek. Tényleg szomorú. Önsd ide, Becky. De már említettem, hogy baj lesz abból, ha túl nagy fába vágod a fejszéd. Hogyha nincs pénzed, akkor azoknak gürcölsz, akiknek van. Miért nem mégy vissza Rasmushoz? Kapsz $6 egy napra. Tejet a fiadnak, és még orvosi ellátást is. Ami a tejet illeti, láthatod, hogy nincs egy csepp feleslegem sem. Magam sem iszom tejet. Kell a disznóknak mind. Önts be a többit is, Becky. Finley, hozd a darát. A gyapotod fejlődik, nincs sok kártelni. Láttalak a földeden dolgozni. Úgy borotváltál az ekéddel, ahogy csak kell. Így lehet a legjobban védekezni a bogarak ellen. A napon aztán elpusztulnak. Jobb ez bármelyik méregnél. Persze jó szem kell hozzá, és biztos kéz. Te tényleg jó munkás vagy, Sam Tucker. Én a helyedben nem tétováznék. Visszamennék Rasmushoz dolgozni. Ha fel akarnám ezt adni, akkor sem kéne Rasmushoz mennem. Van más lehetősége? Igen, sokkal jobb. De amint egyszer már mondtam, én a magam ura akarok lenni, és az is leszek. Ha ilyen biztos vagy magadban, miért kérsz örökké a szomszédban segítséget? Nem is tudom, hogy kérhettem magától bármit is. Ha csak nem volt valami régi módi elképzelésem a jó szomszédságról. Na, törődjön a disznóival. Pontosan azt csinál. Finley, nézd meg, hogy az a fekete kam megette-e az ebédjét. Na, megyek. Sam! Sam! Tessék, vigye el, Jotinak. Köszönöm, Becky. Máskor még többet is tudok adni, az apám nem fogja megtudni. Nagyon hálás vagyok érte, Becky, mert a fiam tényleg nagyon rosszul van. De megfizetem.
Beki, mindent láttam. Láttam, mit csinálsz. Azt hiszem, ma még betöröm valakinek a fejét. Megmondom az apádnak, hogy elloptad a tejet. Láttam, hogyan nyelektél itt Tuckerrel, és hogyan néztél rá. Nem kapja meg, érted? Mondd, hogy tehettél ilyet? Soha többé nem beszélek veled. Ha meglátom, hogy szóba állsz vele, nagyon megbánod. Tűnés, Finley. Ne bánkodj meg. Tessék, rendes lány vagy. Drágám! Nona! Nona! Ó, Nona, édes kincsem. Nem tudom tovább hallgatni a sírását. Miért alkottad az eget ott fent, és itt lent ezt a sárgolyót? Miért olyan szép, ha nem akarod, hogy szeressük és műveljük? Azt akarod, hogy lemondjak róla? Menjek vissza a városba, és egy gyárban dolgozzam egy tető alatt, amely elfedi a napot és kioltja a fényt? Mondd meg, uram, hadd tudjam meg. Bölgyem, jól utazott? Igen, nagyon jól bírt a pompás tehén. Mindent elintéztél? Igen, tudod, Harmi, a tehén az egyetlen, ami tényleg hiányzik nekem a városban. Szavamra mondom, ez a gyönyörű jószág sokkal elbűvölőbb, mint az új nő a mulatóban. Harmi, elmondhatom nekik? Hát persze, mondd csak. Ez a Harmi. Egy napon képes lesz egy óriás kígyóval beállítani. Csöppet sem lepne meg. Úgy hívom majd, hogy Walter bácsi. Thank you.
A zöldséges kertünk. De Versé tehene feldúlja. Hé, hey, menjetek innen! Né, takarodjatok! Kifelé! Kifelé innen! Menjetek ki innen! Kifelé! Kifelé! Kifelé innen! De menj vissza a házba, szívem. Menj csak be a házba. Fiú, mit tudsz erről? Beszélj! Én nem tudok semmit. Nem én csináltam. Á, nem, nem magadtól, de tudjuk, ki küldött. Gyere, oda megyünk hozzátok. Devers, válaszolj, miért tetted? Hogy érted, hogy miért tettem? Semmit sem bizonyíthatsz. Szerintem az Isten keze volt. A kertedet pedig újra vetheted, nem? Bevethetem? Vagy talán vetőmagért jöttél? Tőled nem kell semmi. Egy pillanat. Erről jut eszembe. A kötél elvása. Emlékszel, miben egyeztünk meg, mikor először jöttél vízért? Arra gondolsz, hogy vegyek újat? Igen, arra gondolok, hogy ideje kicserélned. Nem vagyok hajlandó ezt tovább használni. Egyébként is elegem van abból, hogy tőlem kunyarálsz vizet. De most kitekerem a nyakadat. Nagyon örülök, hogy elkezdted ezt, Tucker. Különösen, mert Finley itt van, mint tanú. Ketten fogunk ellened vallani. Fogd a szád és menj be a házba! Szeretnéd, hogyha elmennék innen, mi? Igen. Te! A tökfenébe! Mi bajod van velem? Már megmondtam, amikor először jöttél vízért, kuncsorai. Nem szeretem, hogyha valaki több akar lenni, mint ami. Mindenütt kell lenni olyannak, aki parancsot ad, és aki teljesíti. És te úgy képzeled, te vagy az, aki parancsolhat itt, igaz? Miért? Mert én egész életemben gürcöltem. Én is azt teszem, te is tudod. De miért itt? Miért nem valahol másutt? Mielőtt idejöttél, csak én gazdálkodtam itt. Minden az enyém volt. Úgy gondoltam, megveszem a farmodat. Akkor olcsó volt. De ha ez így megy tovább, felszökik az ára a csillagokig. Mindenütt beléd botlok, ahová csak megyek. Az erdőben rókára vadászol. A folyóban meg halott fogsz. Még Finley is azt hiszi, hogy kifogod még a grafit bajszost is. És a lányom, Becky, hallhattad, Sam! Hogy beszél. Sam! 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 Én...
Várjon, bekötözöm a sebét. Menjen be a házba, Becky. Velem nem érdemes törődnie. Finley! A puskám. Grafit bajszos. A grafit bajszos? Igen, ő kell, mert személyesen. Segíthetek? Segíts húzni a kötelet! Igazad volt, Filli. Olyan nagy a bajsza, mint egy grafit szeruza. Tucker, ez a hal az enyém. Szóval a folyó is a tiéd, mi? De lehet, hogy a törvény szerint az én horgom, meg az Isten ujja. Nekem adod a halat. Nem mondod el senkinek, hogy te fogtad. És kapsz $1. Nem kell a dollárod, a család szereti a halat. Rendben van, akkor hadd vigyem el 1-2 napra, hogy megmutassam az üzletben. Utána visszakapod. A friss halat szeretjük, Devers. Jó, akkor legyen az enyém, és vihetsz valamit a kertemből. Jó, a tiéd lehet az egész kert. Rendben van. De hogyan húzzak vizet? Van egy másik kötelem a csőbe. Mi történt, Sam? Becky azt mondta... Nem történt semmi, édes, csak segítettem Deversnek kihúzni az óriás harcsát a folyóból. Kifogta a grafit bajszút. Nem mondtuk meg nekik. Egyszerűen elfelejtettük. Mondd meg nekik, Harmi. Jó, összeházasodunk vasárnap. Egyfolytában azon töprengek, miért ilyen kegyes hozzám a sors? Megkaptam, akit akartam. Itt vagyunk mindannyian együtt. Csoti újra vidám és boldog. Daisy olyan jól tanul, hogy jutalmat kap az iskolában. Szelmé a legjobb termés az egész vidékünkön. Lehet, hogy meg fogja venni a farmot. Igen, azon töröm a fejem, hogy a mindenható miért ilyen kegyes hozzánk. De azt hiszem, tudom. Mert ahogyan Sam dolgozik a gyapott földjén, amilyen féltő gonddal vigyázza, épp az, amit az úr akar. Ez biztosan így van. De az is sokat számít, hogy Samnek ilyen jó mamája van. És meg kell, hogy mondjam, jobb papát el sem tudnék képzelni Harminál. Sam, már nem vagy kisgyerek. Hagynék én az anyádat, ő már az enyém. Mi az, hogy a tiéd? Mi vagy te itt ilyen törzsfőnök? Csak megcsókolhatom. És a vőlegény is. Csak az erőszaknak engedtem, de ettől, de hogy elbízátok magatokat?
Hé, Harmi, most, hogy megházasodtál, leszoksz a piáról, ugye? Igen, épp arra gondoltam, hogy holnaptól kezdve. Aha. De még csak ma van, nem holnap. Gyere! Neked holnap is csak ma lesz. Gyere, Szem, így jó. Jöjjön mindenki, ünnepeljük, rendben van. A gazdagok leszünk. És nem jön közbe semmi. Veszek egy olyan beszélő masinát. Sok-sok hanglemezzel. Ott fogok ülni a tornácon. Rengeteg jeges piros finom szörpel, és hallgatom a szülőföldemet, ismeritek? Szép szülőföld, fenn a magasban zöld mező, rád gondolok, és a színem újra jön. Mondd, Harvey, biztos vagy benne, hogy ez használ megfázás ellen? Nem tudtad, hogy ezt az orvos rendre tenni? Hey, Harvey, mondd, nem félsz a törvénytől. Te tréfálsz! A rendőrség itt volt, ők kóstolták meg előtt. Szem, gyere, mutatok valamit. Rájviszki! Ez kitinka! Izgulj, van még belőle elég! Valódi városi pia, mint a menő éjszakai klubokban isznak. Húzzál belőle, haver! Ízleld, Szem, ízleld! Ez valami, nem? Aj, de mennyire? $3 volt. Gyertek táncolni, fiú, gyertek! Keresek neki valami jó rejtek helyet. Ide. Itt van, Szem. Jöjjön, drágám, táncoljon velem. Ó, igazán kedves, de köszönöm, inkább nem. Tánc után kimehetnénk az udvarra. A kocsimon sok-sok szenzáció vár már. Köszönöm, de én már foglalt vagyok. Mit szólna egy tánc az én velem, Szivi? Az én karosszériám sem rossz. Igen, én nem tudok róla. Jöjjön, gyerünk, majd meglátjuk. Micsoda dolog ez? Nem viszed táncba a feleséged? Nagyi, mi a csodát csinál? Ide dugtam a viszkimet. Jó, a gyalágyújt lepott tőled. Jaj, rettenetes. Jaj. Úgy kell neked. $3 került. Szóval szerinted ez jó vicc? Na, én megmutatom neked, hogy mi a jó vicc. A győztes! Ő győzött! Thank you.
És még egyszer, éljen az ifjú pár! Legyenek boldogok, sok boldogságot! Boldogságot! Vigyázzuk az esőnél! Harvey, ez volt a legszebb menyegző egész életed! Viszontlátásra! Gyere! Esik az eső. Mi lesz most a gyapotunkkal? Csak ugyan nem valami jókor jött. Igen, gyertek, jobb lesz, hogyha bemegyünk. Legalább mi nászunk. Sam, kérlek, kelj fel! Haza kell mennünk! Egy perccel sem maradok itt tovább. Még egy rendes szék sincs, ahová leüljek. Ki fogok menni a temetőbe, és ott várom meg, amíg a teremtő szólít. Nem hittem volna, hogy így bántok el nagyanyátokkal. Sam Tucker, te gonosztevő! Ronda, nyavajás gonosztevő! Törődsz is te velem! Mamus! Elmegyek! Nagyi! Itt maradsz, érted? Ilyen időkben össze kell tartanunk. Itt maradsz, ahogy a többiek.
Én, Sam. Az egész termés tönkre ment. Gyere, meg kell keresnünk Walter bácsit. Jól van. Itt maradok, mert te kényszerítesz, ahogyan mindig is. Te erős vagy is. Erőszakos. Mit tehet egy szegény, rozoga öregasszony egy ilyennel szemben? Gyere, menjünk be a házba. Rengeteg dolgunk van. Mit gondolsz, hol lehet? Fogalmam sincs, de meg kell találnom. A legelő teljesen víz alá került. Remélem, nem a folyóban van. Nincs kedvem vízbe fúrni egy tehén miatt. Nem kell segítened, Tim. Nem kell segítenem. Nézd, ott van Walter bácsi! Átmegyek érte. Miért nem vársz, amíg leapad? Ez a folyó sose fog leapadni. Jó van, főnök, segítek. Persze, főnök. Jó, akkor én odaúszok. Ne hagyj itt. Én is lehetnék. Ne, maradj csak. Sam! Segíts! A sodrás! Ott, hogy segíts! Veled megyek a városba, Tim. Összeszedem a megmaradt nyomorult kis cókmókomat, felpakolom a családomat, és el innen. Erre a földre, ezekre a fákra és folyóra rá se tudok nézni. Én mindent beleadtam ebbe a munkába, és mi az, amit kaptam érte? Semmi. Semmi, csak baj és nyomorúság. Bolond lennék, ha maradnék, a vereséget be kell ismerni.
Hogyha nem kívánatos, ha jelenlétünk valahol, akkor össze kell pakolni és tűnés. Gyere, menjünk be. Sam, én tényleg alig tudom elhinni, hogy ez a ház még áll. Te, a puskád is megvan, és sok más egyéb is. Jotty eltett zöldséges üvegei is épek. A képek megörbültek egy kicsit, de ha felakasztom őket a falra, majd csak rendbe jönnek. Ősz. Persze, a legnagyobb baj ezzel a kéménnyel volt. De vissza tudtam rakni, és azt hiszem, most már működik. Na, mit szólsz hozzá, Sam? Tényleg nagyszerű, szívem. Hé, hey, Sam Tucker! Tudod, mire emlékeztet ez engem? Arra, ami 43 évvel ezelőtt történt velem, meg Fayette nagyapáddal. Ugyanilyen égszakadás, csak még rosszabb, sokkal rosszabb. A tetőnk egyszerűen rászakadt a szobánkra. A falak beomlottak. És mi egy hétig négy kézláb másztunk ki és be, mint a préri kutya az odujába. Ó, a legyezőm. Fayette papa azt mondta, ne búsulj kincsem, sokkal rosszabb lenne, ha mi se úsztuk volna meg éppen. Sam! Tessék, Tim. Azt mondtad, velem jössz a városba. Igen. Tényleg mondtam. Azt mondtad, de nem jössz velem, mi? Nagyon nekikeseredtem, és valahogy elvesztettem a hitemet. De most, hogy szárad a ruhám, újra csak elkezdek hinni. Valami ilyen történhet a földdel, amikor nedves. De kisüt a nap, és megszárítja, és akkor a föld elkezd hívni engem, úgy, ahogyan nonát teszi néha. Egész idő alatt tudtam, hogy sosem hagyod itt ezt a helyet. Na csupán egyetlen farmer maradna ezen a földön, azt te lennél. Jó, csak tréfáj, Tim. Hidd el, tudom, hogy nagyon okos gépeitek vannak, de nem lehet megenni őket. Szükség van egy kis marhasültre, néhány szem kukoricára, hogy megteljen a gyomrod. Ti városiak nagyon ügyesek vagytok, de nélkülünk, farmerek nélkül, csont is bőr volnátok. És mi történne veletek nélkülünk, munkások nélkül? Az ekéd nem valamilyen gyümölcsfánterem. És a puskád, ami a betevőfalatot biztosítja télen, semmiféle magból nem kell neki. Egy szép napon majd veszel egy traktort. Mit gondolsz, az honnan van? Hidd el, öregem, az sem utolsó, ha valaki ilyet gyárt. Te szereted a földet. Helyes, maradj itt. Én a gyári melót szeretem. Ezért akartalak magammal vinni a városba. De hát te is tudod, miről beszélek. Nem akartam rosszat, csak segíteni szeretnék. Tudom, Tim. Köszönöm. Kész a kávé! Pénzet akarok! Nincs jobb egy finom kávénál. Teljesen egyetértek veled. Azt hiszem, most sikerült először lakást csinálnod ebből a kaibából. Köszönöm, mamus. Köszönöm, édes. Szántáson nevetnem kell, soha büdös életben nem lesztek túl. Én most visszamegyek a házba,
leülök és szunyókálok egy kicsit. Igen, a tavasz az idén kicsit korán jött, szívem. Ha ez így marad, rövidesen beindíthatjuk a tavaszi munkákat.